vagyok a Zene Világzene sorozat rendezvényén a Lajta László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpontban. Kellemes kikapcsolódást kívánok Önnek, mobiltelefonjának, fényképezőgépének, valamint videókamerájának. Jó szórakozást! Bízom benne, hogy az évad során mindenki megtalálja majd a számára legkedvesebb előadásunkat, de abban még jobban bízom, hogy talán az összesre eljönnek majd minél többen. Mindenesetre most próbálok nagyon-nagyon gyors lenni, hiszen nagyon hosszú este áll előttünk, egy olyan 6-8 órát terveztünk Tiborra, hogy játszunk. Most még, hogyha én ráhozok egy 45 perccel, akkor az ő pont jó lesz. Engedjék meg, hogy a következő programunkra is felhívjam figyelmüket. Október 21-én, 23-a ünnepünk kapcsán. Nyugodtan mondhatom, hogy világhírű zenekar a Misztrál együttes fog ellátogatni hozzánk megzenésített versekkel. Tényleg nagyon fantasztikus és nagyon értékes előadást fognak majd hallani. Mindenféleképpen kérem és ösztönözöm is önöket, hogy jöjjenek el erre az ünnepi rendezvényünkre. És mint ahogy most már talán mondhatom, hogy megszokhatták, számos támogató állt a Hangversenyközpont, illetve a Zeneiskola és a Zene Világzene sorozat támogatása mögé. Ezt az évattól kezdve is nagyon nagy örömömre szolgál, hogy új támogatókat köszönhetünk. Így elsőként szeretném a Grammy Recordsot megemlíteni, hiszen ő az első kiadó, nekem nagyon nagy álmom volt, hogy valami jelentős lemezkiadó és lehetőleg magyar hazai vonatkozású lemezkiadó mögénk álljon, és nagyon örülök neki, hogy ez sikerült. Égerházi Attila úr, a Grammy Records vezérigazgatója sajnos ma nem lehet itt köztünk egyéb elfoglaltságai miatt, de én azt gondolom, hogy mindenféleképpen megérdemel egy tapsot a Grammy Records azért, mert többféle dologgal is fog bennünket támogatni. Az egyik, hogy nagyon-nagyon kedvezményes áron lehet vásárolni a kiadványokat. Furcsa világot élünk, mert ma internetes korban vagyunk, és olyan egyszerű leülni és letölteni azokat a zeneszámokat, amiket meg szeretnénk hallgatni. Talán nem igazán látunk mögé egészen, hogy megértsük a mögöttes tartalmát is a dolognak. Talán a koncert maradt az egyetlen fórum, ahol még az ember egy kicsit kedvet kap. És próbálom egy kicsit önöket erre is ösztönözni. Kint a bejáratnál az asztalon láthatják ezeket a fantasztikus kiadványokat. Nagyon-nagyon provizórikus összegért, arról nem is beszélve, hogy a Grammy Records tényleg a minőség és a kvalitás mellett tette le a lényegét, tehát tényleg érdemes megnézni. A támogatás egyik fele. A másik fele az, hogy egyre több nyereményünk van, ez is már tavalyi évben, mint színházi egy. Az egészség kuckó felajánlásától az évattól kezdve minden koncerten CD-lemezeket is fogunk kisorsolni a Grammy Recordsnak a jó voltából, és most akkor hivatalosan is megköszönöm a Grammy Recordsnak, hogy támogat bennünket. Új és mégsem új médiatámogatót köszönhetünk, hiszen a Szentesi Mozaik eddig is tudósított és értesítette önöket a rendezvényeinkről. Nagyon örülök neki, hogy most már immár így hivatalosan is a támogatóink között üdvözölhetem a Szentesi Mozaikat, és megragadnám az alkalmat, hogy átadjam ezt az immár szokásos díszoklevelet. Hálás köszönetünk jelé a Vidovics Ferencnek. Most már tényleg mindent elmondtam. Nem marad más hátra, mint hogy megkérjem nagyon-nagyon kedves két barátomat, vendégemet ma este, Bornai Tibort és Lán Andrást, hogy a sorsolásban segítsenek nekem.
van egy színházi egy a kezemben, és megkérem, lecserélem a barátomat. Új rendszer dolgoztunk ki, mert talán egy kicsit ilyen problémás volt. Remélem tetszeni fog mindenkinek, mert itt real-time-ban élőbe kisorsoljuk ezeket a jegyeket. Megkérnélek Tibor, hogy légy szíves, húzzál már egy példát szellényt, és ha megvan alá a számát. Nem. A 151-es számú bérlet nyert a Szegedi Nemzeti Színháznak két fő részére a Három Nővér című előadásra belépő 2011. október 9-én este 7 órára a Szegedi Nemzeti Színházba mellette a 151-es számú bérlet tulajdonosa. Nem létezik. Én úgy érzem, hogy kicsit azért gyorsabb, mint tavaly volt. Nincs 151-es? Hát jobb ilyen, akkor ezt én nyertem meg ezt a... Hát nagy tár. Azt szerintem akkor húzunk még egyet fel. Persze. Akkor húzunk még egyet. Másodszor már nem bírok ennyire részre a hajózat. Most
sokszor eljátszottam magamnak, rájöttem, hogy nem csak egy dolog, szerintem lehet egy valamennyi amikről. Ma is ugyanúgy tombol a nép. Szembe kell szállnod az oroszlánnal, és mindenki nézi, hogy az ízekre tép. De ma már nem csak a tested, de a lelked is oda kell adnod semmiért. Az életért. Kell ez a harc, azt mondod. Jó ez a harc, azt mondod. Elindulsz a többiek nyomán. Most kiderül, azt mondod. Kimarad felül, azt mondod. S elhiszed, hogy győzhetsz is talán. Veti magát az oroszlán. Gladiátor vagy és hiszel benne, te döntöttél úgy, hogy az leszel. Mostantól csak arra figyelj, elesel. Kell ez a harc, azt mondod. Szép ez a harc, azt mondod. S elindulsz a többiek nyomán. Most kiderül, azt mondod. Kimarad felül, azt mondod. S elhiszed, hogy győzhetsz is talán. Magát az oroszlán.